Hello, sziasztok! Ez itt a Suli Híradó harmadik adása. Best-in-class minősítést kapott a Debreceni Egyetem. 650 partner egyeteme közül elsőként a Debreceni Egyetemnek ítélte a Best-in-class minősítést a Deutsche Telekom. A Debreceni Egyetem és az IT Services Hungary közötti kiváló együttműködés elismeréseként kapott díjat sajtótájékoztató mutatta be Fábián István rektor és Bőte Csaba, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója. Fábián István szerint a Debreceni Egyetem fontos ambíciója, hogy széleskörű kapcsolatokat építsen ki a gazdasági élet meghatározó szereplőivel, írta az edulány.hu. Mutatják be a berlini falat. A magyarok bejövetelét ábrázoló fesztikörképhez hasonló nagyszabású panorámaképen mutatják be a Berlint csaknem 40 évig megosztó fal világát a német fővárosban. A 900 négyzetméteres alkotás nem festmény, hanem nyomtatott grafika, amely 20 darab, egyenként 3 méter széles és 15 méter hosszú színes nyomatból áll össze. A panorámaképet a Checkpoint Charlie-nál az egykori kelet és Nyugat-Berlin közötti határ leghíresebb átkelőjénél állították ki egy kör alakú épületben. Az összesen 12 gigabájtnyi digitális nyomat összeillesztve egy 15x60 méteres felületen mutatja be a fal világát. A látogatók egy 4 méter magas emelvényről tekinthetik meg a képet, mely egy elképzelt 80-as évekbeli őszi napon ábrázolja a határépítményt a nyugat-berlini Kreuzberg kerületből nézve. Német cserediákok. Szeptember 29-én szombaton német cserediákok érkeznek Tésárolyból Törökszentmiklósra. A német és magyar gimnázium már 3 éve jó kapcsolatot ápol egymással. A diákok egy hetet fognak eltölteni a magyar cserepartnereiknél. Az itt töltött idő alatt megismerik iskolánkat, Törökszentmiklóst és szűkebb értelemben Magyarországot is. Egy ilyen csereprogram remek lehetőséget ad nemzetközi barátságok kialakítására, új ismeretek szerzésére és a nyelvgyakorlására. A csereprogrammal kapcsolatban még tájékoztatni fogunk titeket a következő adásunkban. Kutatók éjszakája. Szeptember 28-án idén is megrendezésre kerül a Kutatók éjszakája nevű programsorozat. Az ország 28 városának főiskoláin, egyetemein kinyílnak a laborajtó, a kutatók kibújnak fehér köpenyükből, és hétköznapi nyelven mutatják be a tudományt. A Kutatók éjszakáján kicsik és nagyok személyesen találkozhatnak a kutatókkal, kipróbálhatják eszközeiket, találmányaikat, megismerhetik a munkájukat előadások, vetélkedők, kiállítások és tudományos szórakoztató programok keretében. Kollégiumi Színházbusz. Szeptember 25-én Kollégiumi Színházbusz indult. A kollégisták ez év folyamán 5 előadáson vehetnek részt. Az első adás a Néma Levente volt. Jó napot kívánok, sziasztok!